Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban a 2019-es évem majdnem utolsó összegzős videója lesz, ugyanis a mai videóban a tavalyi évben olvasott legrosszabb olvasási élményeimet fogom bemutatni, a legrosszabb olvasási élményt nyújtott könyveket. Mivel tavaly érettségiztem, ami durva, mert olyan, mint hogy körülbelül 3 évvel ezelőtt lett volna minimum a tavaly január, de ugye tavaly érettségiztem, olvastam egy csomó kötelezőt, ebből a videóból azokat kihagyom, van egy külön kötelezős videóm, az úgy van, ez a videó kifejezetten olyan könyvekre koncentrál, vagy hát ide olyan könyvek kerültek be, amik nem kötelezőek voltak, de azt hittem jók lesznek, elolvastam, és annyira nem voltak jók, vagy nem voltak annyira jók, mint szerettem volna, mint számítottam rá. Úgyhogy nézzük, mert ez szerintem hosszú lesz. Mert valamiért szidni a könyveket, azt nagyon jól tudom. Az első könyv, ami számomra tavaly nagy csalódást okozott, az Lila Bowen-től volt a Treason of Hawks, ami a The Shadow sorozat utolsó, negyedik befejező része, és ez a Wake of Vultures folytatása. Na most nekem a Wake of Vultures nagyon tetszett, az egy nagyon erős, nagyon jó fantasy könyv volt, és olyan volt, amilyet én szeretek, mert nem volt benne túlnyomóban a romantikus rész, hanem pont így picike volt benne, egy pont elég, hogy én amiatt izgulni tudjak, igaz, hogy nem amiatt a ship miatt, amit az írónő próbált letuszakolni a torkomat, de az más dolog, és az nagyon jó könyv volt. És itt a folytatás, annak a folytatása, és ez, és így mély zuhanás, de nagyon, mert sajnos a kezdeti kevés elhintett romantikus szál a végére átment nagyon sok romantikus szálba. És ami miatt kifejezetten nem tetszett nekem, hogy tényleg a történetet azt így eldobtuk, az másodlagossá vált, és az elsődleges dolog az az volt, hogy a könyv célja, én értem, hogy részben az volt, hogy minél több LMBT pluszos betűt bemutasson, és ilyen kapcsolatokat, ami tök jó lett volna, tényleg ki lehetett volna nagyon jól vitelezni, és nagyon jó lett volna, ha nem ugyanaz az 5 karakter csinálja végig az összeset. Szóval ez úgy nézett ki, hogy így minden könyvben mindenki mással volt, mindenki másra izgult rá, és ez annyira nem tetszett, nem tudom vajon miért, ez úgy nem volt jó, és főleg, hogy a könyvek egy idő után ez is itt átment abba, hogy csak így egymásra voltak feszülve a karakterek, meg így, hogy most ki kivel akar mit csinálni, és így a történet az így elszállt az éterbe, az így másodlagossá vált, amit én utálok egy könyvben. Tehát legyen ott a romantikus rész, tőlem akár legyen szerelmi háromszög is, bár azt utálom, de mindegy, legyen ott, ha ez kell, de ne a sztori, ne a fő történet rovására. Mert azt nem bírom egyszerűen. Azt hiszem 4 csillagot adtam erre a könyvre, mert túl jó volt az indítás, és utána mind a 3 folytatása nagyon rossz volt, de túl jó a szívem, és túl szentimentális lett a vége, ami miatt jöttem, hogy jól van, akkor legyen 4 csillag, de nem érdemeltem meg. És nagyon sajnálom, mert tényleg azt hittem, hogy ez egy kedvenc sorozatom lesz ehelyett. Ehelyett az első könyvnél tovább újra soha nem fogom olvasni egyikre sem. A másik könyv, ami számomra annyira nagy csalódás volt. Pedig nagyon erősen indított. A könyv 90%-át imádtam, gyorsan olvastam, úgy voltam, hogy ez nagyon jó könyv. Voltak benne hülyeségek, idegesítő részek, melyik könyvben nincsenek, de úgy voltam, hogy ez tök jó, tök jó, tök jó, tök cuki, tök bájos minden izé. Ship, minden, romantika, egeng, minden, nagyon jó, és így jött a vége, és így... Komolyan. Becky Arbeltától és Adam Silverától, a What If It's Us volt ez a könyv. Ugyanis elindultunk, jó volt, stabilan haladtunk, erősen. Matilda nagyon örült magának, nagyon élvezte a történetet, néha annyira nem.
a fő konfliktus szál az kicsit szemforgatós volt, de jó lesz, jó lesz. Minimum 4 csillag, ha nem 5. Kedvenc talán már nem lesz, de azért erős. És így jött a vége. Na most ez a könyv egy realisztikus véget adott, ami teljesen hihető, meg minden. Ami rendben van, csak a könyv maradék része, a teljes eleje, a teljes első 90%-a az így a végzetre, körülbelül a végzetre épült, meg az univerzum akaratára, meg ezekre, ami meg nem volt annyira realisztikus, vagy hát nem arra volt kiélezve, és így add meg nekem azt a cuki végződést, amit én akarok, ha már erre gyúrtál 400 oldalon keresztül, és boldog leszek, nem kell nekem a realisztikus végződés, amitől csak dühös lettem, tehát, hogy ezt így ne, jó, ezt ne játsszuk el. Mert hogy a két főszereplőnk találkozik véletlenszerűen, újra összehozza őket a sors, tök jó, megy ott a kavarászás, aki szerelem kialakul, mindenki happy, minden jó, de ugye az egyikőjük csak gyakornokként van New Yorkban, nem ott lakik, és utána nyár után megy haza, és hazamegy, és ja, bocsánat, spoiler, mindig elfelejtem, de most ez egy ilyen videó, kiteszem, szóval, de vége a nyárnak, hazamegy, más egyetemekre mennek, és soha többé nem találkoznak, legalábbis a könyvben, csak videócsetelnek, és így elfelejtett, hogy nincsenek együtt, és így arra gyúrtunk egész végig, hogy együtt legyenek, és kapom ezt a végére. Nem. Jó? Nem érdekel a realisztikus végződés, tudom, hogy ez teljesen realisztikus, de hogyha az egész könyvet az alapján próbálod nekem eladni, hogy mi van, hogyha ők egymásnak vannak teremtve, és újra összetalálkoznak, megtalálják egymást New Yorkban, akkor miért nem azt nekem egy ilyen 5 évvel később végződést, hogy összetalálkoztam, egy városba költöztek. Valami. Valamit. Tudom, hogy tovább tudom gondolni, de ez a végződés nem volt jó. Nagyon nem volt jó, és ezért lett 3 csillagos ez a könyv. Az a egy jó végződés mentette volna meg a könyvet attól, hogy azt mondjam, kicsit idegesítőek voltak a karakterek, és kicsit bugyuta volt az összeveszős rész. Egy másik könyv, ami nekem nagy csalódást okozott, hogy teljesen rá voltam feszülve, Szélesi Sándortól a Kincsem. Ez ugye az igaz sztori. És én imádom a Kincsem filmet, de tudom, hogy az nem a valóság, hogy az meg lett szépítve, az meg lett filmesítve, az más. És itt a könyv. Rán írva, hogy igaz történet alapján, mondom, jó. Úgy van felépítve, hogy az első fele a szerelmi szál, vagy hát a csajról szól, hogy a Blaskovics és a mit tudom én, mi a neve a nőnek, már elfelejtettem. Szóval, hogy a Karolina hogyan kerülgetik egymást, mint a forrókását. De a második rész, második fele, az Kincsem. Így van felosztva. Karolina, Kincsem. Ehhez képest, mondom, jó, elolvasom az első felét, túl vagyunk azon, bemutatják ezt a történetrészt, és utána rátérünk a lóra. Hát nem nagyon tértünk rá a lóra. Ugyanannyi volt a ló mennyiség az első felében a könyvnek, mint a másodikban. És így, hol van Kincsem? Hol van Kincsem? Meg volt néha említve, hogy ő amúgy létezik, de mivel körülbelül végig Blaskovicsot követtük, ő meg körülbelül soha nem volt a ló közelében, így nem volt túl sok ló a könyvben, ami nem fizikailag megjelenő ló, és így ez egy lovas könyv, és az a cím, hogy Kincsem. Mi van? Szóval nem volt benne túlzottan sok ló, túlzottan sok kincsem sem, és ezért nagyon csalódott voltam, mert ha nekem lovas könyvet ígér, akkor legyen benne ló. És amin még felhúztam magam, hogy ugye volt az az ominózus eset, az a nagy verseny, amikor mert ugye Kincsemről azt kell tudni, hogy soha nem veszített futamot. Soha. 54-ből 54-et nyert, úgyhogy ami igazolja a csoda kancalétét. És volt az a nagy verseny Baden-Badenben, amikor az első futamnál nem tudták megállapítani a győztest. Szóval döntetlen lett, és újra kellett futni. És ugye ez például a filmben is, de alapból is egy ilyen nagyobb jelentőségű, mert hogy azon múlott, hogy tökéletes lesz a pályafutása a Kincsemnek, vagy sem. Vagy hogyha azt az egyet elveszíti, akkor már nem csodakanca marad, de hogy akkor nem az lesz, hogy
soha nem verték meg, mármint futamban. És körülbelül 3 oldalha volt az a rész. Az epikus verseny 3 oldal volt. Az is azért, mert leírták, hogy lement az első futam és döntetlen lett, utána 2 oldalon keresztül tanakodtak, hogy újra futassák, hogy futassák, mennyit pihenjen, ne pihenjen, mi legyen. Újra futották, és így annyi volt, hogy jó, kincsem nyert is. Nem erre számítottam. Egyáltalán nem erre számítottam, úgyhogy 3 csillag lett így is a könyv. Hát jó volt, de nem olyan volt, amilyennek én ezt szerettem volna, úgyhogy sajnos ez csalódás volt számomra. Elég nagy. Pedig aztán ez is egy majdnem 500 oldalas könyv, és nem kaptam, alig kaptam 500 oldal alatt, hogy lehetett ilyen kevés ló, nem tudom. Na de a következő könyv a listámon. Egy másik lovas könyv, ami szintén csalódást okozott nekem, pedig azt kölcsön kaptam, és én tényleg azt hittem, hogy az jó lesz. Nem mondom, pacik. Pacik. Tele lesz pacival. Az én kis lóbolond lelkem örülni fog. Hát nem. Ez az álmok nyomában volt ez a könyv Jojo Moyes-tól. Ugye ő írta, mielőtt megismerteleket is. És ez volt a második könyv, amit Jojo Moyes-tól olvastam, mert a mielőtt megismertelek folytatásai nem érdekelnek, az úgy. Azt hagyjuk. Ezt ne feszegessük tovább, az úgy lezárult, mert kicsit számomra nem, amit így tudok a folytatásokról, az így nem jön be annyira. Na de ez egy lovas könyv, ez jó lesz. Szintén az a helyzet, hogy nem volt benne annyi ló, mint én gondoltam, hogy majd lesz. Mert 2 szálon futott volt, nincs nálam a könyv, és nem emlékszem a nevekre, úgyhogy. Szóval volt a 14 éves kislány, akinek volt a lova, és csak a nagypapája jött, aki meg beteg volt, és hát ugye ezért árva lett. Mert fogjuk rá, hogy árva lett, mert mikor bekerült a nagyapja a kórházba, akkor kellett valaki, aki gondoskodik róla, szóval felügyelet alá helyezték. És volt az elvált pár, már elvált, válófélben lévő, erre sem emlékszem. Nem volt túl emlékezetes az a könyv, de azt hiszem még nem váltak el hivatalosan talán. És ők gabajodtak így össze. Mert hogy a nő segíteni akart a gyereknek, aztán végül a gyereket rábízták, de kiderült, hogy van lova, és ez az egész bonyolította a helyzetet. Nem lett volna rossz a könyv. Megértem azt a részét, hogy én nagyon sok cselekedetet a könyvben hülyeségnek gondoltam. Az úgy gondoltam, hogy ez miért. Tehát, hogy én nem így csináltam volna, de tudom, hogy ez más dolog. Tudom, hogy ez nagyon más dolog, hogy egy 14 éves lány, aki megijedt attól, hogy árva lesz és elveszik a lovát, mit csinál. Tehát tényleg pánikszerűen cselekedett és nem gondolkodott. De nagyon sok dráma gombóc volt abban a könyvben. Olyan dráma gombóc, ami csak azért volt, hogy vigye előre a történetet, hogy történjen valami, ami nem a legjobb. Mert ugye, amikor csak azért történik valami, hogy történjen valami, az nem jó. Amikor tényleg valami a történet szempontjából lényeges és azért történik, az úgy viszi előre a sztori. De hogyha külön kell ilyen drámai dolgokat bedobni, hogy ettől akkor most ők drámáznak, és most történik valami, és akkor így az egész meggabajodik, az annyira nem szeretem. És továbbá nem tudom, hogy a kislány miből gondolta, hogy jó ötlet fogni a lovát, lelépni Angliából Franciaországba tök egyedül, 14 évesen, hogy majd elviszi a lovat, és majd az akadémián, a francia lovas akadémián ők ott ellesznek, ahova eleve 18 éves korig talán nem vesznek föl senkit, tehát hogy be kell töltened egy bizonyos kort, hogy te oda jelentkezhess, és nem teljesen értettem, hogy ezt így miért nem gondolta át. Én értem, menekült, a lovát mentette, hogy őt nehogy elvegyék tőle, de közben majdnem megöli a lovát, meg magát is. Szóval nem volt túl okos döntés, és akkor ugye ott megy a nagy hajsza, meg minden, és keresik a csajt. De előtte, tehát ez egy 500 plusz oldalas könyv, és nagyon hosszú volt. Pedig én azt hittem, jó lesz. Én tényleg arra készültem, hogy jó lesz, de én nagyon meg tudtam kérdőjelezni a döntéseket abban a könyvben, és annyira nem. Azt hiszem, 2 csillag lett talán a végére, tehát egy nagyon hosszú volt, sokáig tartott elolvasni, és nagyon sokszor forgattam a szememet alatta. És tényleg nem volt benne annyi ló, mint lehetett volna.
ha lovas könyv, akkor így néha legyen benne más is a lovon kívül. De ez, gondolom, ez az én véleményem, mert én nagyon szeretem a lovakat, és nagyon szeretem, hogyha lovak vannak ténylegesen a könyvben, és nem csak így megemlítik, hogy amúgy van egy ló is. És az utolsó könyv a legrosszabb olvasási élményeim között. Ő itt, Hannah Richardtől a The Shadow Year. Nem tudom, valaki látta a januári összegzésem? Biztosan, mert van rajta jó pár megtekintés. Ez a könyv annyira rossz volt, hogy szó szerint, nem képletesen, tényleg, mikor becsuktam az utolsó oldal után, áthajítottam az egyik szoba végéből a következő szoba végébe. És volt képe nem megsérülni. Tehát, hogy ez pont úgy néz ki, mint egy egyszer olvasott könyv. Esküszöm, tökéletes állapotban van, meg se gyűrődött, pedig eldobtam. Tényleg. Repült, pörgött a levegőben, lecsapódott minden, és semmi baja nem lett. Úgyhogy nem tudom, miből van ez a könyv. Nem lett semmi baja. Hogy miért utáltam ezt a könyvet? Azért utáltam, mert a története kiakasztott, és szeretném elégetni ezt a könyvet. Annyira felhúzta az agyamat a főszereplő, az egyik narrátor. Két narrátorunk van, két idősíkon, 30 év különbséggel. És a jelen nem is érdekelt. Azzal úgy voltam, hogy az úgy van. Az azért volt, mert hogy a múlt vezetett a jelenhez, és akkor annak az egészet kellett kigobozni ahhoz, hogy kihámozni ahhoz, hogy akkor a jelenben megoldhassuk a problémáinkat. De a múlt. A főszereplő a múltban, a narrátor. Ütni tudtam volna a nőt, a csajt. Ütni tudtam volna. De tényleg, tehát öt lediplomázott gyerek, előttük az élet, de nem akarnak dolgozni, meg nagyon szabad szelleműek, elmennek az erdő közepébe egy elhagyatott cottage-ba, hogy ők majd ott nomád életet élnek, és majd ott laknak. Na és azt kell tudni, hogy a főszereplőnünk, a narrátorunk, ő nagyon-nagyon szerelmetes a másik srácba, Simonba, aki meg egy igazi nőcsábász, egy utálatos, felfúvalkodott, beképzelt hólyag, de így tényleg így, egy mondat után ezt meg lehet állapítani, tehát kinyitja a száját, és már így szeretnéd ütni. De ő nagyon szerelmes belé. Jó, oké, legyen az a szál, majd csak lesz belőle valami. És akkor minél mélyebbre ástam bele magam a könyvbe, jött a bonyodalom. Utáltam ezt a könyvbe. Ha van könyv, amit tényleg utáltam, így az olvasási karrierem alatt, az ez volt. Mert ugye a bonyodalmat az jelenti, hogy a narrátorunk húga megjelenik, hogy akkor ő is jön a partiba csatlakozik. És hát ugye természetesen a nővér és a húg teljesen különbözően néznek ki. Persze, hogy a nővér irigy a húgára, mert ő mennyivel jobban néz ki. Persze, hogy akkor elkezd feltékeny lenni, mert a Simon kedves szót hozzászól a húgához, és úristen, összedőlt a világ. Ez még semmi. Spoileres lesz. Nagyon spoileres lesz, de utálom ezt a könyvet, és nem tudok róla máshogy beszélni. Szóval, kitalálják, hogy jó parti lesz, találnak valami fura gombát. Gombázzuk be. Mondom, jó van. Csináljuk. Mindenkit kiüt a cucc. Világát nem tudja a fele csapat. Na de a nővérkénk, a narrátorunk ugye látja, hogy Simon meg a húga ott, miközben ő fetreng öntudaton kívül a padlón, összeszűrik a levet. Amiatt ő utálja innentől a húgát. Na most ugye az történt, hogy ők begombáztak, és Simon rámászott a húgára, a húga, mivel hogy maga tehetetlenek voltak lényegében, mert kiütötte őket tényleg a gomba. Lényegében megerőszakolta a húgát. De ezt a húga meg is mondja neki, hogy amúgy, bocs, de a csávó megerőszakolt. Nem, ő csábította el, mérgesek vagyunk a húgra. Na hát itt már fogtam a fejem, hogy Jézus, mi lesz még itt? Aha. Továbbra is semmi. A húg terhes lesz. Mondom, jó. A nővér, a narrátor még jobban rühelli a húgát.
És ugye mivel egy terhes lesz a csaj, ezért a száma most már még azt a minimális figyelmet is, amit fordított a narrátorra, a Hook felé viszi el, mert hát a gyerekével terhes. Jó. Sztori megy. Eltelik körülbelül egy évnek a... egy évnyi sztori megy le. Jön a baba. Ugye itt folyamat megy a izé, herce hurca, hogy úristen, mert a húgom, de izé, de közben a Simon néha közeledik a narrátor felé, akkor örül, de utána megint a húg felé, akkor nem örül, akkor folyamatzabos a húgára, akkor izé, hisztizik, emiatt, amiatt, nem az miatt, miközben a húga terhes éppen a nem akart gyerekkel, aki egy erőszakolásból lett, de tényleg a húga hibás. Ő a hibás mindenért. Ő a szemétem, nem mondom ki micsoda. Őt kell okolni mindenért. Tényleg. Tényleg egyébként. És jött a könyv vége. Jött a könyv vége. Megszületik a gyerek. Megszületik, tök jó. Megszületett a gyerek. Mindenki happy. Kivéve persze a narrátorunk, mert nem az ő gyereke, hanem a húgáé. De a Simontól van, akiben ő szerelmes. Pedig amúgy fej. Ez csúnya volt. Szóval egy nem túl kellemes, nagyon arrogáns alakról beszélünk, szóval én nem sajnálnám a helyébe, de jó legyünk szerelmes belé, elfogadjuk. És a könyv vége az, hogy a húga az tiszta depis lesz ugye szülés után, és akkor egy... ja, ugye depressziós lesz. És az a könyv... vége, hogy csinál teát magának meg a húgának a narrátor. És hát ő annyira elkeseredett, hogy azt mondja, hogy jó, akkor éljen a húga, legyen ő a Simonnal, legyenek boldogok, ő megmérgezi magát. Ami olyan jól sikerül, hogy véletlen, állítólag véletlen, összekeveri a bögréket, és a húgának adja azt, amiben a mérget keverte. És ő ezt észreveszi, itt jön a csavar, ő ezt észreveszi, és nem cseréli vissza a bögréket, nem mondja azt a húgának, hogy ne idd meg, nem mondja neki azt, hogy ne menj el csobbanni egyet a tóba utána, mert amúgy meg fogsz halni, és nem mondja azt, hogy akkor most vizét csinálj valamit, nem. Rájön is így, hopsz, megmérgeztem a húgomat, jújj, és így hagyja meghalni, és nem mondja ezt el senkinek, senkinek nem mondja el, hagyja, hogy mindenki azt, azt higgye, hogy a csaj öngyilkos lett, és így, ja, és továbbra is amúgy ő ilyen szent embernek állítja be a Simont. És fölnevelik a lányt, és akkor ő ugye utólag megtudja, hogy nem, amúgy nem annak a nőnek a gyereke, hanem a húgá, és... de senki nem tudja, hogy amúgy ölte meg a saját húgát is. És így befejeztem a könyvet, és mondom, mi van? És továbbra is tényleg ez volt az egészben a poén számomra, hogy továbbra is a Simon a szent lélek, komolyan mondom, tehát piedesztára volt állítva, hogy ő mekkora ember. A húga meg továbbra is egy utolsó szemét alak. És így becsuktam a könyvet, és eldobtam. Ezt nem bírom feldolgozni, hogy ez történt, hogy ennyire idióta legyen valaki. Ennyire idegesítően idióta és vak, és nem tudom, hogy mi baja volt, de hogy ez ennyi volt. Ezt szeretném égetni ezt a könyvet, de nem fogom, inkább megpróbálom lepasszolni a könyvtárnak, hát ha valaki más meglátja az értéket ebben a történetben, mert én nem tudtam. Én tényleg nem tudtam semmilyen minimális értéket sem találni ebben a könyvben. Nos hát, ezek voltak a tavalyi év legrosszabb olvasási élményei, főleg az az utolsó könyv, amit most mondtam, tehát a többi ehhez az utolsó Shadow Year-hez képest semmi nem volt. Na, az a könyv vitte a prímet. Egyből január elején. Tehát, hogy ezzel indítottam kb. Januárban tavaly, hogy ezt a könyvet elolvastam, és így jól kezdődik az év. Kommentben írjátok meg, hogy nektek mik voltak, vagy mik voltak a legrosszabb olvasási élményeitek tavalyi évben. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, találkozunk a következő alkalommal.